Hozták a papírformát a szegediek. Tatabányai sikerek a rangsorversenyen. Jól szerepeltek a kadett birkózók. Lelkes ünneplés fogadta Esztergályos Patrikot. Két érmet hoztak a juniorok ölvívók. A nagy küzdelem árán is, de megőrizte 100%-os mutatóját, tatabányai bajnokia után a MOL Pik Szeged együttese a férfi kézilabda NB1-ben. Pedig az összecsapást remekül kezdte a házigazda Grundfos KC. A Nico Mindigiát és Antonio García Robledót sérülés miatt nélkülöző Szegednek az első negyed órában folyamatosan kapaszkodnia kellett. A miaink a 13. percben még 7-5-re vezettek a villámgyorsan 4 gólig jutó Bodó Richard vezérletével. A Szeged ezután növelte a tempót, néhány a helyi közönség által erősen vitatott játékvezetői ítélet mellett 10 perc alatt 7 gólt dobva, 9-14-re meglépett, és az első félidőt is 5 gólos forral zárta. A második játékrész közepe a kékfehéreké volt, 15-21-ről 19-22-re jött fel, a végül 8 góllal záró Bodó vezérelte Grundfos KC, de 22-24 után a szegedi kapuban Piotr Wisomirski összeszedte magát, brevújjaival szinte lehúzta a rolót a miaink előtt, akik az utolsó 9 percben egyszer sem találtak be. Az éllovas szegedi gárda így 8 gólos sikert aratott. 45 percig elégedett voltam. Ott följöttünk, vissza tudtunk jönni meccsben, úgy gondolom. Aztán én úgy érzem, hogy volt két olyan bírói ítélet, ami nem jött, nem vált előnyünkre, és ott már belefáradtunk, és ott elment a Szeged. Annyival jobb csapat, hogy ezt ki tudta használni. Viszont a saját teljesítményeddel elégedett lehetsz, hiszen gyakorlatilag a tatabányai gólok egyharmadát leszereztem. Hát kellett a csapat is hozzá, hogy ez így sikerüljön, de örülök neki, hogy így sikerült. Akkor beszélgessünk egy kicsit a válogatottról, hiszen ugye benne vagy a válogatott keretben, itt A keret, B keret, most már mindenféle van. Hát milyen érzés ez neked? Hát én úgy gondolom, hogy a Gerivel beszélgettem, ez az én pályafutásomra szerintem nagyon jó. Örülök neki, aztán az a következő, hogy ott kell maradni, mert benn kell maradni, az nagyon nehéz. És nagyon sok rutinos játékos van ott, de én is örülök, hogy már csak ha edzésre visztek, úgyhogy én örülök neki nagyon. Visszatérve még egy kérdés elég ide a tatabányai csapathoz. Hogy látod, jó úton haladtok? Mi várható most azokon a meccseken, amik talán a 10 pontotokból egy picit fontosabbak, mint ez a Szeged elleni összecsapás volt? Én szerintem nagyon jó úton vagyunk, főleg ez a meccs is bizonyítja. Kötelezőket be kell húzni, és remélem ott leszünk, ahol a célt kitűztük. Pásztor Ákos ezúttal nem szerzett gólt, viszont megmutathatta tudását talán Dusebejernek, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányának, aki a helyszínen tekintette meg az összecsapást. A tatabányai jobbszélső a napokban a közös munkát is megtapasztalhatja a világhírű szakemberrel, miután bekerült a Portugália és Ukrajna ellen készülő nemzeti csapat szűk keretébe. Nagyon bizakodóak voltunk a meccs előtt is, meg a meccs kezdetén is, nagyon sokat videóztunk. Azokat, amiket videóztunk, nem is nagyon lőttek belőle gólt, mert az első fél időben felállt fal ellen egyáltalán nem lőttek gólt, a mi hibáinkból indultak le, tehát kaptunk 7-8 lerohanás gólt. De legközelebb nagyon remélem, hogy sikerülni fog hazai pályán nyerni. És ugye bár te nem nagyon tudsz majd pihenni, hiszen mész a válogatottal, milyen érzés, hogy bent vagy a szűk keretben? Egyáltalán nem baj, nem tudok pihenni, szerintem bárki örömmel menne, én meg aztán hatványozottam, mert ugye miskolci vagyok, Miskolcon lesz hazai közönség, a szeretteim, barátaim, iskolatársaim, de már nagyon-nagyon várom, és izgulok is egy kicsit persze. Mit vársz a válogatott meccsektől? Én nagyon remélem, hogy mindkét meccsen fogunk nyerni. Még utánpótlás válogatott volt, amikor játszottunk a portugálok ellen, most nem nagyon tudom, hogy felnőttben mennyire erősek, de biztos fejlődtek ők is nagyon sokat, úgyhogy tényleg nem tudom, csak abban tudom, bizony nyerünk. Az mennyire volt esetleg plusz teherít most a meccsen, hogy Dusebájev mester itt volt? Én a meccs hevében én nem foglalkozok vele, most pont te mondtad, tőled hallottam, én nem is tudtam, hogy itt van. Vlada Maticsot, a miénk vezetőedzőjét, a szegedi publikum is lelkesen köszöntötte a lefújást követően. Nem csoda az erős érzelmi kötődés, hiszen a szakember játékosként és edzőként közel egy évtizedet töltött el a tiszaparti városban. Egy jó időt töltöttem majd a hoti, mint a játékos, 2,5, mint az edző, ez majdnem 10 év, ez, és akkor persze jó emlék maradjunk egymásra, és így is lesz. De egyébként most itt dolgozom, meg itt szeretem itt is már, mikor egyszer jövök, hogy tatabányai szurkoló, és így ilyen kapcsolat lenne, mint a szegedi szurkoló. Bodó Ricsi azt mondta itt előbb, hogy ő úgy érzi, hogy nagyon jó úton haladtok, és szerinte ez a meccs is bizonyítja ezt. Ő legalábbis az első 45 perccel kapcsolatban mindenféleképpen így gondolja. Te hogy láttad? Jó, de látszik a különbség két csapat között. Mi nem tudunk ilyen könnyű gólt szerezni, nagyon nehéz. Ők tudnak, és
ez a különbség, hogy kicsit rutinosabbak, és két erős sor nekik is van. Ezen a pillanatban, mikor belenyúltam a csapat, mikor kezdtek cserélni, pihenni a játékosok, akkor jött a különbség is. Egyetlen egy dolog sajnálom, hogy a vége felé nem marad ilyen 3-4 gól különbség, mert szerintem megérdemeltünk, de újra jött ilyen technikai hiba, és ebből a Szeged szerezte pár könnyű gólokat, és akkor ez volt a különbség két csapat között. De egyébként gratulálok a Szegednek, jobbak voltak, de nekik volna most jönnek ez a meccseket, hova kell ilyen jó formája, meg a igazi csapat lenni. Igen, és úgy érzed, hogy megfelelő felkészülés volt ez most a Komló, Mezőkövesd és azokra a meccsekre, amikre még korábban azt mondtad, hogy nektek fontosabbak, mint a Szeged elleni összecsapás. Szerintem igen, de kicsit hiány érzem van ez a jobb átlövő poszton, mert a Boskovicsnak nem, szerintem neki csak a januártól lesz, szóval a februártól lesz az igazi Boskovics, úgyhogy ez a jobb átlövő poszton veszélytelen vagyok a kívülről, mert a Ricsi jól játszott most bal oldalon, de jobb oldalon kicsit olyan veszélytelen vagyok, de ez Geri nem igazi jobb átlövő, Geri a szélső, egyébként jó szokta potolni, de szerintem mikor jön a Boskovics, akkor sokkal erősebb leszünk. Ha már szóba hoztad Ricsit, ugye ő az egyik válogatott játékos, de most Pásztor Ákos is bekerült a szűk keretbe. Gondolom, hogy azért téged, mint a klubedzőjét, ez büszkeséggel tölti el. Hát jó, ez Tatabányának is a büszkeség nekem, mint az edző, és a munka, hogy próbálok minden több fiatal játékosok építeni, és minden többet lehetőség adni nekik. Már este nem tudtam annyira adni, akartam, de nem. Én gondolom, Ádám sem messze olyan szintén, mint a Ricsi, meg a Pásztor Ákos most képviselni. Szerintem Ádámnak is kell még egy-kettő éves, ő is lesz a válogatott játékos. Kis Bartoknak is kell kis rutin, meccsek, perceket, de van néha, amikor tudok adni, néha, amikor nem tudok, de szerintem szép jövő itt van a tatabányai fiúk előtt. A Grundfos Tatabány a következő bajnoki mérkőzését november 5-én este 6 órától játssza a Komlón. Két nap alatt két versenyt rendezett a Tatabányai Sportklub birkózó szakosztálya a Földi Imre Sportcsarnokban. Pénteken egy diák, egy korcsoportos rangsorversennyel nyitották a hétvégét Katona Gézáék, amire közel 200 ifjú sportoló nevezett. Ez egy lépcsős verseny, ami bejutást jelenthet az országos bajnokságra. Hát mindössze 198-an jöttek el, Szerencstől Nagykanizsáig, tehát az ország teljes szegletét keresztül ívelve, és holnap pedig egy kadett lány és fiú szabadfogás országos bajnokság lesz. Kezdjük akkor ezzel a mai versennyel. Eddig hogy szerepelnek a hazai versenyzők? Voltak, inkább kezdem egy picit a negatív dolgokkal. Volt egy-két olyan vereség, amit nem kalkuláltunk be, de aztán így a verseny közben azért jobban alakulnak a dolgok. Balázs Bálint már döntős. Az előbb látott Bodnár Patrik már megszerezte a harmadik helyet, csak úgy, mint Kisoland, és akkor mi további érmes helyezésükbe bízunk, és Balázs Bálint döntőjének is a kimenetele ide is lehet, oda is lehet, tehát reméljük, hogy aranyéremmel is tudjuk ünnepelni ezt a mai napot. Mennyire tehetséges ez a diák egyes korcsoport itt nálatok? Ebben a korcsoportban főleg a nagyobb súlyakkal vagyunk jól ellátva, úgymond. Tehát ott a Deák Zoli, Deák Zoli is döntős, őt kifelejtettem, tehát két döntősünk van. Mondhatom, hogy ahogy a két döntős is bizonyítja, ugye itt is ott vannak versenyzőik az ország legelején. És a holnapi versenyen kiktől vártok jó teljesítményt? A holnapi verseny egy szép rendezést lesz a reményem szerint. Azért kezdtem így, mert ugye azért hoztuk ide ezt a magyar bajnokságot, mert két szinte 100%-os esélyesünk, Árvai Márk és Réci Bianca, ugye ennek a korcsoportnak a tagjai. És amikor mi tavaly ezt a versenyt elkértük, elsősorban ő miattuk, kiderült, hogy erre a holnapi napra a Réci Bianca közben ugye lett volt egy térműtét, egy keresztalagszakadás, és ugye ő kiesett ebből a dologból. Árvai Márk, aki pedig a múlt héten Egerben megnyerte ugyanennek a korcsoportnak a kötött fogású bajnokságát, bordasérülés, térsérülés szenvedett, és így ő sem lesz holnap résztvevő, de ettől függetlenül Stancs Csaba, Járinka Dani
a lányok között Vender Móni mindenféleképpen dobogó esélyes, úgyhogy én reméljük, hogy ott is azért érmények lesznek. A kiesett Árvai Márkot és a Réci Biankát ugye pótolni tudják. Igen, és hát ha már említetted, hogy ugye voltak versenyek, hát számtalan verseny volt nálatok az elmúlt hetekben. Így átfutottam röviden, de hát még nehéz lenne így nekem is hirtelen egy pár mondatban összefoglalni. Lehet neked is, de mik voltak a legfontosabb helyszínek, illetve eredmények, amikre büszke vagy? Hát az U23 bajnokságot Balogoci megnyerte, Árvai Márk harmadik lett, Bíró Gergő második, Koller András ötödik, ez egy nagyon szép szereplés volt. Utána néhány héttel később a junior magyar bajnokságon ugye Árvai Márk szintén dobogós harmadik lett, és ugye a kadett magyar bajnokságon már beszámoltam. A fiatalok, diákok, gyermekek, gyermekkorcsoportok Győrben és Veszprémben ügyeskedtek, sok-sok éremmel és aranyéremmel és helyezéssel. És felhívnám a figyelmet arra, hogy a jövő héten szerdán MB2-es csapatbajnoki csoportmérkőzésnek leszünk a házigazdája. Az SMTK, a Szigetvári Dél-Zselinc és az Abony lesznek az ellenfeleink. Ez a József Attila iskolában van, tehát felnőtt korcsoportban is megméretkezünk, úgymond, az MB2-ben. Tehát azt gondolom, hogy az meg egy igazi birkózott semege lesz. Balázs Bálintot még a finálé előtt faggattuk ki az odáig vezető útról. Első meccsemen Tussal győztem, második meccsemen is, harmadik meccsemen is, plusz az elődöntőbe elején vezettem 8-0-ra, aztán 8-6, aztán volt a szünet, aztán második menetbe csináltam rajta, bementem neki lábra, felborítottam, és úgy vezettem 14-7-re, és úgy megnyertem a meccset. És ugye már következik a döntő, tudod, hogy ki lesz az ellenfeled? Mit vársz tőle, illetve magától a meccsről? Hát eddig még sose győztem le, de remélem most legyőzöm. Bálint döntője végül parázs izgalmakat hozott. Thank you.
Balázs Bálint tehát parádés meccsen gyűjtötte be az aranyérmet, nem véletlenül volt elégedett a színvonallal Bacsa Ferenc, a Magyar Birkózó Szövetség utánpótlás vezetője sem. Pont amiatt jöttem el, hogy megnézem, hogy ez a korosztály, a diák egyes korosztály, a 12 és 13 éves korosztály milyen színvonalon van. Sok tehetséges és ügyes gyereket láttam, sok szép akciót, és köztük a tatabányai, akik is nagyon jól dolgoznak. Köszönve ezt a Katona Gézának és a Turák Palinak, akik itt ezt az edzéseket, az edzés munkát vezetik. Igen, mennyire eredményes és mennyire színvonalas, úgymond kívülről nézve ez a tatabányán folyó műhely munka. Hát a, nem véletlenül a centrumok közé tartozik az országba a tatabánya, és jó munka folyik. Nem beszélve arról, hogy Árvai Márk ugye most is a múlt héten nyerte meg a kadettországos kötöttfogású bajnokságot. Ugye itt a mostani versenyzők még nagyon fiatalok, 12-13 évesek. Mennyire lehet ilyenkor még bátran jósolni? Mert hogy a tehetséget nyilván észre lehet venni egy-egy sportolóban, de mennyire lehet már azt mondjuk megsatszolni, hogy na belőle lehet mondjuk nagy eséllyel felnőtt korban is eredményes birkózó? Jósolni lehet, de a valóság az, hogy a gyereknek elhivatottnak kell lenni, és megfelelő szülői és háttér, és megfelelő klubszintű, magas szintű munkának kell, hogy legyen ahhoz, hogy ki tudja nőni magát, hogy a tehetségét kamatoztatni is tudja. Sok hosszú éves munka kell, hogy a tehetségből igazán az legyen, amire mondják, hogy na, ez tényleg tehetséges. Országosan egyébként hogyan áll utánpótlás szinten a birkózás? Mennyire népszerű a gyerekek körében? Hát most, hogy elindult a sportágfejlesztési program, plusz tavaly ősztől plusz 2000-el növekedett a birkózók száma. Ez nagyon jó. Meg vagyunk elégedve, de egyébként akkor lesz ez az igazi, ha eléri a birkózók száma a 6000-et. Én nagyon sok régi statisztikát birkózó szövetségben dolgozom 23 éve, megnéztem, és amikor a legeredményesebb garnitúrák jöttek ki, akkor általában 5-6 ezer között mozgott a leigazolt birkózók száma. És most közelítünk a fele. A Szombathelyi Haladás Egyesülete is igen népes küldöttséggel érkezett, Veréb István vezetésével. A szakember neve azok számára is ismerős lehet, akik csak a világversenyeket követik figyelemmel, hiszen fia, ifjabb Veréb István, világ- és Európa-bajnoki bronzérmes. 9 fővel jöttünk a haladás VSC-ből, és nagyon remek a verseny, 198 induló a rendezés is. Azt gondolom, hogy az utánpótlás a birkózó sportba biztosított, köszönhetően a sporták fejlesztési támogatásoknak, látni az eredményét, és hát reméljük, hogy jó eredménnyel, és mindenki jó szájízzel fogja elhagyni tatabányát. Ez a diák egyes korosztály megmérettetése, ugyebár mennyire erős garnitúra ez egyébként, ahogy látod így országos szinten? Változó, mert ugye a 2001-2002-es korosztálynak van ez a verseny, és 2003-as korosztály is indulhat, a diák 2-es korosztály utolsó évesei. Remek színvonalon, én azt gondolom, hogy minden súlyban 3-4 olyan birkózó van, aki ha végigbírja a küzdelmet, a későbbiek folyamán nagy sikereket érhetnek el. Nálatok mennyire erős ez a garnitúra? Ez elég jó garnitúra, ez is mondhatom. 2 döntősünk lett, és azt gondolom, hogy most lesz egy bronzérem. 3 döntősre számoltam, de kicsit elcsúszott az egyik versenyzőm. Nem rossz eredmény, azt gondolom, hogy ebbe a 200 fős mezőnybe egy klubból 3 döntős van. A tatabányai birkózók számára ezzel még nem volt vége a hétvégének. Következett a szombati kadett szabadfogású országos bajnokság. A Sportkedd első felében kilátogattunk a Grundfos KC szegediek elleni bajnokiára, és ott voltunk a tatabányai birkózók pénteki rangsorversenyén. A műsor hátralévő részében a birkózók kadett országos bajnokságáról is beszámolunk. Köszöntjük Esztergályos Patrikot a Váci iskolában, és hírt adunk a tatabányai junior ökölvívók sikereiről is. A szombati kadett országos bajnokság ünnepélyes megnyitóval kezdődött, melyen többek között Hegedűs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke is köszöntötte a jelenlévő sportolókat, és elmondta,
mi jut eszébe a Földi Imre sportcsarnokról. Mikor tatabányára jövök, mindig az jut eszembe. Több mint 50 évvel ezelőtt a pályafutásom kezdetén Szombathelyről mondjuk azt a mesterem, az első Josipácsban, és egy hazai nagy versenyben. Majd azt követően egy sportoló, egy nagy állapotat keretve a sportoló számára fantasztikus dolog, hogy egyáltalán megadva eljutott oda, hogy a vilkozás eredményei alapján eljutott. Tatabánya városa nevében Turainé Jun Katalin alpolgármester asszony üdvözölte a birkózókat. Kadett országos bajnokságon a házigazda birkózók 3 dobogós és 2 pontszerző helyet szereztek. Wendler Mónika ezüstérmes lett, Járinka Dániel és Borka Kevin 3. helyen zárt, míg Wendler Zsuzsanna és Réci Bianka 5. végeztek. Óriási taps és lelkesen éneklő kór is fogadta a Váci Mihály általános iskolában Esztergályos Patrikot. A 17 éves kadett világbajnok, ifjúsági olimpiai bajnok vívó 3 évvel ballagása után látogatott vissza alma máterébe, ahol a tanulók és az intézmény vezetői is boldogan köszöntötték. Benyeckó Ilona, az iskola igazgatója és Mátraháziné Domján Erzsébet Patrik volt magyar tanára elmondták, a kiváló sportoló szorgalmas közösségi ember is volt. Patrikunkat én ugyancsak 1 évig ismertem, mert amikor ide kerültem, akkor már 8-os volt, de részt vettem egy lakitelki történelem versenyen, mert ugye nem csak a vívásban büszkélkedhettünk vele, vagy azóta is, hanem magyar történelem egyéb versenyek kapcsán is, úgyhogy én átéltem vele egy lakitelki 3 napos versenyt, nagyon-nagyon jó hangulatban és nagyon nagy tudással rendelkezett. Milyen gyerek volt ez a Patrik? Rendkívül érdeklődő és nagyon szorgalmas. A 3-as teremben tartottam én neki a magyar órát, és délutánonként sokszor 3-ig, 4-ig, 5-ig ott ült, és gyakorolt velem a történelem versenyekre, a kazinci versenyre. Eljutottunk együtt Balatonbonglára az országos kazinci versenyre, ahol megkapta a bronzfokozatot, és hát az országos történelem versenyen is többször volt. Már 6-os korában a Hungarikum versenynek a döntőjébe jutott 6-osként, és szépen szerepelt már akkor is, van neki országos 2. és 3. helyezése, sőt egyéniben is megmérettette magát történelemből, ott egy 7. helyet szerezett, ha jól emlékszem. Hogy jutott neki ennyi mindenre ideje?
Hát mi is nagyon csodáltuk, hogy ennyi mindenre ideje jut, de innen mindig ment az edzésre, mindig ment a versenyekre, és nagyon kitartó volt. És hát szerintem egy nyugodt ember azért tudott ennyi mindent megcsinálni, mert nem kapkodott, hanem mindig arra koncentrált, amit éppen csinált. Most a gyerekek ismerik? Vannak, akik még ismerik, szerintem a nagyobbak, de az ötödikesek már alsósok voltak az ő idejében, ők már nem nagyon emlékeztek rá, de a felsősök közül még a hetedik, nyolcadikosok talán igen. Hát remélem, mikor én meséltem az osztályomban róla, hát akkor csodálattal hallgatták, és mondták, hogy hát ez fantasztikus, és hogy tényleg hogy volt ennyi mindenre ideje. Egyik kisfiú volt, nagyon aranyos, mondta, hogy és nem kapott idegösszeomlást ettől a sok mindentől, úgy tényleg csodálták őt. A tornateremben összegyűlő diákok együtt megnézték a tatai színekben vívó, de Tatabányán élő sportoló ifjúsági olimpiai döntőjét, de Patrik általános iskolás éveinek emlékezetes momentumai is megelevenedtek a kivetítőn. Nagyon jó érzés volt újra visszatérni az általános iskolámba. Szerintem a ballagás óta nem voltam itt, és hát körülnézni a termekben, tornateremben, hát főleg ekkor a fogadtatással, hát fantasztikus volt. Számítottál egyébként ilyenre? Vastaps, ugye bravo, bravo skandálás. Nem számítottam rá, tudtam, hogy ott lesznek bent, ez teljesen jó volt megszervezett, de hogy így, hát ezt nem gondoltam volna soha. És ugye már visszanézhettél magadról régi felvételeket, amikor még kisdiák voltál. Ezeket egyébként otthon is néha így előveszed, vagy itt szembesültél velük hosszú évek után? Néhány képnél megijedtem, mert igazából azt néztem, hogy hát én ilyen is voltam még régen. Láttam, hogy új képeket is leszettek, oké, hát tényleg az Instagramról leszettek néhány képet, de hát amiket láttam most, hát azok teljesen megdöbbentettek, hogy honnan kezdtem, és hogy most hol tartok. Egyébként ezen így néha el szoktál merengni, hogy hú, hát most már 7 éve vívok, és most ez az utolsó év, ez például mennyire parádés volt? Hát igen, mikor ugye kezdtem, hát az a 6 év, úgymond igazából ilyen stagnáló év volt. Voltak eredmények, de hát ebben az évben, ebben a 7. évben nagyon kijött a lépés, és hogy ilyen sikereket tudtam elérni. Ez igazából nagyon sokat köszönhetek az itteni tanároknak is, az itteni diákoknak, társaknak, akik segítettek lelkileg. És hát természetesen, hogy ilyen fogadtatásban tudtak részesíteni, ez ezer köszönet nekik is. Azt az infót kaptam nagypapától egyébként, így felvételen kívül, hogy Szingapurba készül szép. Igen, holnap utazom el este Szingapurba egy 10 napos edzőtáborba, ahova meghívott minket egy magyar edző, aki itt tanult Magyarországon és kiment Szingapurba edzőként. Ez egy 10 napos edzőtábor lesz, nagyon jó hangulatban, azt gondolom, még sosem voltam Szingapurban, nem tudom elképzelni, hogy milyen kis ország, de nagyon jó érzés, hogy ennyien érdeklődnek úgy a vívósport iránt is, meg irántam is. Esztergályos Patrik jelenleg már Szingapurban van, ott készül a novemberi pozsonyi világkupára. '74 egyesület 152 versenyzője lépett a kötelek közé a junior versenyzőknek rendezett ökölvívó országos bajnokságon, amely a sportág legnépesebb korosztálya. A népes mezőnyben a Tatabányai Sportklubot 5 boxoló képviselte. Rózsa András vezetőedző, Udvari Attila és Csokor Zoltán edzők tanítványai. A sorsolásnak köszönhetően már a selejtezők során a későbbi magyar bajnokokkal kerültek szembe, így az aranyérem megszerzése számukra már nem volt lehetséges, azonban így is értékes helyezéseket értek el. Varga Béla az elődöntőben debreceni riválisával szoros csatát vívott, de végül az ellenfél kezét emelték a magasba, így a TSC versenyzője a dobogón bronzérmet vehetett át. Pongó Albert, Johan Jenő és Mészáros Zoltán súlycsoportjukban a későbbi bajnokoktól kaptak ki, ennek következményeként a 7. helyen végeztek az országos seregszemlén. 66 kilóban Vörös Márton 16 induló között a 2. helyet szerezte meg, ezzel ő képviselheti hazánk színeit a junior Európa-bajnokságon. A jövő heti Sportkedben megtudhatják, hogyan kezdték az idényt a tatabányai női kézilabdázók, de a bányász tököl elleni meccséről is beszámolunk. Mára köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is!